Kedvesem, kedves kény, megérkeztem. Megismernek Kate így errefelé. Hozni szerettem volna maguknak egy kis tanyasi friss tojást. De a Riska lebeszélt róla. Azt mondta, na igen, így, így szépen magyarosan, azt a nálunk így beszélünk. Szóval azt mondta, hogy ne vigyél oda tojást, mert hogy az is faluhely, van ott elég tojás. A tiéd meg mire odaérsz, ma úgyis csipogni fognak. Hát igen, jöttem, de még hogy, hát képzeljék el, háromszor kerültem meg a templomot, mert igaza volt a Riskának, a maguk települése tényleg a jó Isten hát, a mögött van. Bizony. Ja igen, mondja itt az úr, hogy jól jött volna a GPS. Az a helyzet, hogy van a kerékpárom. A Peti unokám rászerelte. Amikor megláttam, mondtam is neki. Nem ez a francos nyavajára lenne nekem szükségem, a féket javítsd meg. Szóta ugyan nagy mutter. Hát, ne legyél már ilyen, hamarabb odaérsz. Mondom, hát hová? Szent Péter színe elé. Hát nem odaérkeztem meg, lassan megérkeztem ide. Igen, jaj, de hát ezek a migránsok. Hát igen. Azt hittem velük találkoztam, de kiderült róluk, hogy lelketlen leánykereskedők karjaiba futottam. Ha bizony. Na, mikor rágyüttem, miről van szó, mondtam is nekik, hogy velem bizony rossz lóra tettek. Már hogy én már nagyon régén voltam kis nyány. Hát erre nem nagyon szóltak semmit a piszkok, ha rögtön elengedtek, akárhogy is tiltakoztam. Na de, ezek után a megpróbáltatások után megérkeztem ide maguk szép falujába. Bizony. Ja, hogy a Riskát hiányolja. Nem, ő nem jött. Nagyon akart jönni, de mondtam neki, ez a kerékpár kevés lesz kettőnknek. Ha bizony, fejébe vette, hogy megtanul kerékpározni. Tudják, mikor voltunk benne az Osonban, látta azonnal. Fránya teljes dobozon a biciklis tejet. Ugyan. Hát, alig bírtam lebeszélni róla, hogy velem jöjjön. Na de aztán csak megértette, valakinek vigyáznia kell. Vigyáznia kell a tanyára. Na meg az uramra. Mert bizony. Ha őre egy kicsit nem figyelünk oda. Hát rögtön előjönnek költői hajlamai. Hogy miben áll ez? Jaj, szegényként még legénykorában lenyelte a tollat. Bizony, azt mondják, töltő tollat nyert. El is hiszem, mert hogy azóta önti rá a tintát. Hát,
Han meg ugye van ott a tanya helyen. Úgy bőven. Ha meg nincs, hát ő, tehát az se zavarja. Mert ő azt akkor is megtanálja. Há, bizony. Így van ez, kedves kéim. De azt mondják nekem, hogy ne idegeskedjek. Hát, mert attól megy föl a cukrom. Hogy kik mondják? Hát a orvosok mondják. Hát, mert azt sem hallok tőlük, csak hogy ne idegeskedjen öreg anyám. Mert fölmegy a cukorja. Hát most már tudom, hogy mit ő megy föl a cukrom. Na de a kávé, kenyerem. Meg a töpörtyű. Hát kérem, erre még a orvosok se tudnak nekem mit mondani. Ők se tudják ezek, mit ő mennek föl. Mondják, maguk tudják. Hát ha valakinek van valami ötlete, súgják meg nekem, egy darabig még itt leszek önök között.